Üdvözlöm Önöket! Egy csokorba gyűjtöttük Sátoraljaújhelynek a sikeres társas táncosait. Pontosabban sajnos a stúdióban nem fért be valamennyi táncos, de elhívtuk ide azokat a fiatalokat, lányokat és fiúkat, akik az elmúlt hetekben több versenyen is szerepeltek, és nagyon sikeresen hoztak számos aranyérmet, elismerést és oklevelet, azt itt láthatják majd a stúdióban is. Köszöntöm a stúdióban Pásztor Viktóriát, Schweitzer Tamást, természetesen, mint pedagógust, Dudás Alexandrát, Demeter Anettet, Nagy Grétát és Szekeres Dénest. Felvezettem, hogy voltatok több versenyen is. Ez talán a nézőknek nem ismeretlen, hiszen két évente vagy évente azért beszámolunk róla, hogy Pécsen, illetve Sárospatakon is van verseny, és hát természetesen a szívünk az a legközelebb az Újhelyi jár. De mi is volt pontosan Pécsen és Sárospatakon idén? Egy gyors előzmény, a műszaki iskolákban három évente vannak tanulmányi versenyek, amelyek, hogyha csak ezek lennének, akkor nagyon kevés gyereknek engednék meg azt, hogy összemérik tudásukat más iskolában tanuló gyerekekkel, illetve a pedagógusok is összemérik saját erejüket. És ezért annak idején hiánypótlásként jöttek létre ezek a úgynevezett fesztiválok, amelyek különböző szabályzatokkal, de mégis ezt a hiányt pótolják, vagyis minden évben tulajdonképpen megvannak azok a fajta versenyek, amelyekre mi a gyerekeket el tudjuk vinni, és így majdnem minden évben vannak olyan évfolyamok, amelyekben a gyerekeket el tudjuk ide jutatni, örömforráshoz tudjuk jutatni őket, versenyhelyzethez tudjuk jutatni őket, kicsit kitekintést tudnak kapni más iskolák műhelyek munkájaiból, egymással is tudnak ismerkedni, hiszen egyrészt nagy csapatok, nagy társaságok jönnek össze, illetve hát utazunk is az ország egyik részéből a másikba. Nem biztos, hogy mindenki egyébként ugye el tudna eljut, akár osztálykirándulással, vagy akár családi módon. És azt gondolom, ez egy nagyon jó közösségépítő lehetőség is, hogy nem csak a próbatermekben nyúzzuk egymást és izzadunk, nem csak a helyi közönség látja a különböző falunapi műsorokon, vagy hát a városnak a különböző rendezvényein a gyerekeket, hisz megint más egy olyan fajta közönség, és megint más tétesen elvégezni ugyanazt a produkciót. Úgyhogy igazából ezért vannak ezek a lehetőségek, ez persze nagyban befolyásolja az, hogy mennyi pénzünk van rá, az iskola mennyi támogatást tud kapni, a fenntartó mennyit tud ebből kifizetni, illetve a szülők mennyit tudnak még pluszba ez áldozni, hogy akár az utazás, a szállás, úti költség, nevezési díjakat finanszírozni tudjuk. És hát sajátos helyzetben van Szandi és Anett, hiszen gondolom, ők már voltak ilyen versenyen, és talán egy kicsit most már így a koreográfiákban és a másik oldalról is tudtátok a csapatot egy kicsit vezényelni ott Pécsen és Patakon? Igen, sokszor mi irányítjuk úgy a csapatot már, mint olyan szinten, hogy felkészülésben, sminkben a lányokat főként, a fiúkat ugye nem kell annyira segíteni ebben, de ha a smink, az így ránk már idősebbekre hárul, így Anettal is, illetve még Fikivel szoktuk így felkarolni a kisebbeket, és akkor segíteni nekik készülni, hogy egy összetartó csapatot összehozzunk így a versenyek előtt. És hát természetesen a táncra összpontosítunk, de hát akkor ez annyira fontos a megjelenés, ilyenkor megnézitek, hogy milyen ruhák, stb. Bár szerintem most már azért a Sátoraljaújhelyieknek is számos-számos garnitúra, fellépő ruha van. Ez fontos, hogy ott is, hogy akár a fellépő ruhákat is ellessétek, hogy mi a trend? Néha ránk hárul az a feladat is, hogy ötletet merítsünk a ruhák terén, de nagy részben Tamás bácsi az, aki kitalálja ezeket. Milyen volt az idei pécsi verseny például? Mit vittetek? Nagyon sok új koreográfiát is vittünk, illetve egyik koreográfiát se láttam még ott a pécsi zsűri.
így érdekesek is voltak a zsűrinek, sokat nem is értettek, de én úgy érzem, hogy a csoportunk nagyon sokat fejlődött, mert amikor legutóbb voltunk, akkor nem éreztük ennyire színvonalasnak a versenyt, vagy nem úgy éreztük, hogy mi oda tartoznánk, de most nekem szívem szerint most úgy tűnt, hogy már tényleg odavalóak vagyunk, és fejlődtünk. Melyik a kedvenc, a standard vagy a latin? Kinek mi a szereti tánc, melyik az, amelyet jobban szerettek? Hát ez változó igazából. Attól függ, hogy melyik táncról beszélünk tulajdonképpen. Standardet is szívesen táncolunk, ugye a legtöbb koreográfiánk az inkább standard, de viszont az éven elkezdtünk a latinnal is egyre többet foglalkozni, és ezt is nagyon élvezzük. Pontosan milyen koreográfiákat vittetek alá? Bécsi keringőket vittünk, csacsacsát, szambát. A kislányoknak volt jive koreográfiájuk. Hát inkább a standardet, amit úgy legtöbbet vittünk. Tehát a latin felé most kezdünk így menni. Most kezdenek abból új koreográfiák lenni, és még várható még több az új helyi versenyre is. És hát illetve volt olyan kategória, dramatikus kategória, és ezt tudni kell, hogy én olyan koreográfiát is készítek, amelyek általában valamiről szólnak, vagy valamilyen érzést próbálnak gerjeszteni a nézőben. És mivel a zsűriben, amire visszatérnek, ahogy mondta Szandi, hogy esetleg nem értették, igen, a zsűriben helyettforuló táncpedagógus kollégák kevésbé a koreográfus vénából ülnek ott a zsűri asztal mögött, és így bizony nem mindig értik azt, amit mondjuk a közönség ért, és aztán eredményhirdetés van, akkor nem mindig tetszik a közönségnek a zsűri és a véleménye. Ilyen is volt. Tehát de ezt nyilván tudni kell, hogy ilyenkor ezekben a koreográfiában más mozgás dolgokhoz, tehát egy-két modern mozdulathoz, vagy balett mozdulathoz is nyúlunk, de a heti kétszer-két óránál több akkor sincsen rá. Igaz, versenyek előtt kicsit turbozzuk a próbák idejét, de akkor is ez csak egy kis merítés, és az meglévő karakterkészletünkkel és a gyerekek tehetségére kell ezeket rá húzni, de mindig vannak, mondom, ebben a kategóriában szereplő koreográfink, és ezt is vittük. Van, ahol már annak a zsűrik, aki ezt értik, van, ahol még ezt nem. Érdekes ez, amit mondasz, hiszen nyilván egy alapfokú művészeti oktatásban a cél valahol mégiscsak az a pedagógusnak, hogy megszerettesse a táncot. Azért ülnek itt ez a sok fiatal, mert hogy szeretnek menni és táncolni, és teljesen mindegy, nyilván ez fontos, hogy kapjatok díjat, de azért látszik, amikor felléptek nem egyszer, nem kétszer Sátoraljaújhelybe, hogy ez egy mekkora megtiszteltetés, és nekünk pedig öröm, hogy látunk benneteket a színpadon. De hogy mindezt nyilván összeegyeztetni az, hogy van egy alaptananyag, meg gondolom van, és az öröm részét is belevinni, hogy a lányok szeressék azt a zenét, azt a fajta koreográfiát, ez a játék része. Igen, hogyha csak a tananyagot nézném, akkor igazából koreográfiákról nem is beszélhetnénk. Tehát az igazából nagyon nincs is benne a tananyagban. Alap figurákat, figurakészleteket kellene csak nekik megtanítani, de azt gondolom, ez egy csomó gyereket elijesztenék. Viszont azt én onnan látom, hogy a fiúk, lányok szeretnek járni táncolni, hogy még betegen is ott vannak, tehát nagyon keveset hiányoznak. A tanulnivalót is hozzák a terembe, tehát addig, amíg valakire nem kerül sor és ül, addig tudni, hogy németül még valamit olvas, vagy a történelmet olvas, a vicca rendszeresen. Nem tudom is, hogyan tud megragadni az a fejébe kezdve a tanulni, de azt tudom, hogy viszik hozzák magukkal, és amikor tényleg csak a nagyon-nagyon beteg valaki, akkor nincs ott. Hozzáteszem, a tanár is így van vele, de tényleg azt látom, hogy ha hiányozni is kell, akkor az inkább rossz, nekik rossz, mint hogy ne jöjjenek el. És hát Gréta meg Dénes az egyik olyan páros, akik tényleg, én emlékszem rájuk, amikor egész kicsi korban kezdtek el táncolni, és most már pedig együtt táncoltok páros táncokat. Ide is vittetek Pécsre, vagy Patakra esetleg koreográfiát? Igen, vittünk, indultunk egyénibe is, standardbe is, és latinba is. Milyen eredményekkel? Hát standardben első hely, meg aranyminősítést szereztünk, latinban pedig ilyen harmadik hely az átlag. Pécsen.
Pécsen, az nagyon jó. Én, ahogy ránézlek, nem tudom, ezt Tamás lehet, hogy jobban látja, tehát, hogy egy annyira harmonikus párnak tűnnek így karakterben, és mint a testvérek lennének, vagy ez fontos? Igen, hát ez fontos. Fontos, hogy a szülők között is barátság van, azt gondolom. Tehát a két szülő, akik támogatják a gyerekeket, és hozzák is, viszik is mindig az egyéni órákra, sőt forszírozzák is. Amikor kicsit lustálkodik a fiatal úr, de... Meg hát mellette a foci az nagyon-nagyon apa focipárti, anya táncpárti, de ez valahogy mégis össze lehet ezt hozni. A fociból is kell ritmusérzék, úgyhogy azt gondolom, hogy bátran biztatom az összes többi focista fiút, hogy nyugodtan járjon tánca, mert csinos csajokkal lehet nem csak 11 fiúval futkározni egy bogyó után, hanem csinos lányok is vannak a csoportban. De mondtad, hogy emlékszel, hogy milyen kicsik volt. Én még Anettre sem emlékszem, amikor még két kis piros szofa 6 évesen nem volt a táncvetet, sőt még tehát mindenkire, Vikire is. Táncál Szandi volt, aki idősebb korában kezdte, de Vicáról is hát tudnék képeket mutogatni, amikor még a kis babák voltak teljesen. És egy pár szót a hangulatról, Gréta Dénes. Milyen egy ilyen versenyen táncolni? Feltételezem teljesen más, mint a próbateremben Tamás bácsi hangja mögötted, bár gondolom itt is ott van a hangja mögöttetek, de egy kicsit meséltek már erről. Úgy kell elképzelni, hogy itt Sátoraljaújhelyben szokott lenni az őrjöngő tömeg és stb.? Hát más helyszíneken is mondta meg, és verseny előtt persze mindig izgulunk, de Tamás elmondja, mit kell csinálni, meg mire kell figyelni, és tánc közben is kiszoktunk ránézni, hogy kell-e valamit javítani, és aztán pedig mindig kiértékeli a munkát. Nagyon szoktunk mi is izgulni, általában erősek az ellenfelek, sokan szoktunk lenni, több forduló is szokott lenni, és nagyon nagy az izgalom, a készülődés, nagyon szeretjük rá, főleg tánc közben is figyelünk, igen, Tamás bácsira, hogy esetleg tud-e valamit segíteni közben. Ilyenkor akár az ilyen hivatalos nagy versenyeken, tehát több táncos van a parketten, és úgy táncolják, tehát a páros azt így kell elképzelni, vagy? Persze, hát ugye számok vannak a hátukon, őket csak az különbözteti meg a zsűrinek, és ha több, akkor elődöntő, középdöntő, döntő, hogyha kicsit kevesebb a pár, akkor egy elődöntő, és utána egy döntő, hatos, ötös döntők vannak, és hát azért általában a döntőbe ők mindig bejutnak. És hát ha a dobogónak valamelyik fokát is általában el szokták csípni. Úgyhogy én ennek a folyamatnak örülök. Van még mit csiszolni, meg javítani. És hát ezek a figyelések, hogy kiszólások, vagy nekem intések, akkor mindig inkább csak figyelmeztetés, hogy mit beszéltünk. Tehát azt nem látom vissza, amit megbeszéltünk, és arra kell őket csak emlékeztetni. Tehát ott igazából nem gyakorlásnak van már ott a helye, hanem inkább csak a helyzet pillanatának a megfogása, hogy a toppon legyen. És az mindent, amit eddig tanultunk, azt az agy az le tudja közvetíteni a testnek, és ez a fontos, hogy akkor minden információ egyszerre egybe kézben legyen, és akkor tud valaki jobb lenni. Tehát hasonló kaliberű táncosok között ez sokszor az dönt, hogy akkor adott pillanatban mennyi információt tud feldolgozva bemutatni, és legjobb tehetség szerint átadni. Említette Tamás bácsi ugye ezt a sok-sok próbát nektek. Ez mit jelent heti szinten? Hát heti szinten 2 próbánk van. Csütörtökön és pénteken tartjuk ezeket a próbákat. Viszont ugye Grétáiknak külön egyéni órák is vannak, és nekünk is van lehetőség arra, hogy hétvégente bemenjünk balettórára például. Egy időben rendszeresen jártunk be, most már nem nagyon van időnk rá, de igyekszünk így is. De sokszor elkérik a kulcsot, tehát azért nem. Hát hogyha néha... Hát igen, az nagyon fontos. Tehát én amikor ugye elkérik saját maguknak, hogy ők szeretnének, mert esetleg én nem tudom az időbeosztásomban ezt már behelyezni, akkor ők azért elkérik a termet, és ott nyilván nem bóckodás megy, hanem munka, tehát azért nyújtani. Hát igen, azért Viki is kinyújtott ezt az angol spárgát egy év alatt, tehát én többinek is mindig ütöttem például felhozni, de egyedül is lehet dolgozni. És a megfelelő lazaságot, nyújtottságot, rugalmasságot, azt végül csak egyéni munkával lehet elérni. És Grétáikra visszatérve, velük sem elég csak az a fajta munka, amit
nem végeznek egy-egy külön óra alkalmával, hanem azt, amit a külön órán megbeszéltünk, annak nekik még időt kellene fordítani, és most ezekre van a legkevésbé lehetőség, mert azért be kell látni, hogy a gyerekeknek elsősorban az iskola való megfelelés a tanulás, és eléggé leterheltek. Tehát emellett még plusz időt arra szakítani, hogy azokat a dolgokat teljesen kidomborítsák és kidolgozzák, és utána a leckét megtanulva jöjjenek a következő órára, csak akkor tudunk tovább lépni. Tehát így egy kicsit nehezebb a folyamat, mint mondjuk egy általános iskolában, mondjuk egy történelem órát végvinni a tananyagot. Azért a táncba testnek idő kell arra, még azokat a dolgokat meg tudja mutatni. De hogy azért ez a tánc, ez kerülhet előtérbe, azt mondjuk Szandi mutatja a legjobban, hiszen ő táncpedagógus szeretnél lenni, ez nem titok. Igen. Nem csak én, Anett is, ugye együtt készülünk most a Táncművészeti Egyetemre, és hát még 7 napból körülbelül 5 napot gyakorlunk, illetve járunk fel Pestre is előkészítőre, külön órákra, és hát nagyon izgulunk, hogy bekerüljünk. Kemény egy ilyen rosta, Tamás, tehát hogy ez fontos, hogy egyrészt ez visszaigazolás neked, gondolom, hogy ezt ennyire komolyan veszik, illetve hogy te hogyan tudod őket segíteni ebben. Igen, valóban én nagyon örülök annak, hogy ők annyira megszerették a táncot, hogy ezt esetleg hivatásnak is választják, amennyiben sikerül a felvételét megugrani. Az igazság, hogy a Táncművészeti Főiskola Pontos Egyetemre a bekerülés a nagyon. Ha már bekerültek, én azt gondolom, hogy ők alkalmasak arra, hogy elvégezzék. Nem feltétlenül, tehát nagyon-nagyon sok olyan kollégám és nagyon sok olyan példa mutatja, hogy nem feltétlenül kell versenysportból jönnie valakinek ahhoz, hogy utána táncpedagógus, jó táncpedagógus váljék belőle. Azonban a felvételi nagyon szigorú, és nagyon sok olyan dolgot fognak megnézni, amelyet a versenysportban táncoló lányok sokkal jobban fognak tudni teljesíteni, vagyis nekik sokkal többet kell azon dolgozni, hogy a hátrányukat ne legyék észre a felvételén. És azt is hozzá kell tenni, hogy ugye még a versenysportból érkezők általában párba táncolnak, nálunk egyre kevesebb a fiú. A lányoknak egyedül azt az érzetet nem lehet visszaadni, hogy mi az, amikor egy fiú vezet, és mi az a tartás, amikor a férfival együtt kell mozognia, főleg mondjuk egy standardnél a parketten. Latin valamennyivel könnyebb, de a standard tartás olyan válszerkezetet igényel, amit valóban egy versenysportoló sokkal jobb, mert az izomcsoportjai úgy vannak beidomulva, hogy sokkal könnyebb tartaniuk, és egy felvételi, ilyen szempontból ők nekik nagyon sok handicapet kell ledolgozni a másikokkal szemben, de nem lehetetlen, én azt gondolom. Mi bízunk benne, én azt láttam, hogy most ebben az évben nagyon rákapcsoltak, már tavaly is készültünk, de tavaly nem indult be ez a szak. Így aztán a felvétel is maradt, így nem tudjuk, hogy hol tartunk, a többiekhez képest, legalább láttuk volna a felhozatalt. De én azt látom, hogy a sok gyakorlás, tehát látszik rajtuk. Tehát látszik a fejlődés, és szerintem látja az a budapesti kolléganő is, aki foglalkozik még velük, hogy hát ezt majd meglátjuk, ez tényleg izgulok, én is izgulok, és mert hát ugye utódra is szükség van. Igazából van még egy olyan 10-12 év, ami ki kell nevelni az utódokat, és művészeti iskolában kellenek még. Mert addig nem tudunk tovább lépni sem. Nekünk legnagyobb problémánk az utánpótlással van. Nem tudunk annyi óra számot vállalni, és annyi órát, amennyit kellene, hogy abból a tömegből lehessen szűrni, és akkor megint egy ilyen kis csapatot, főleg fiúkat, igen, tehát ők akik kevesebben vannak. Hát akkor tessék, fiúk, ez minden táncban igaz, hogy a lányok sokkal jobban szeretnek táncolni, pedig hát rengeteg sikerélményt hoz, hát lássuk ezt a sok-sok kupát és sok élményt. És ha az élménynél tartunk, Sátoraljaújhely, Zemplén Társas Táncfesztivál és koreográfus verseny készültök-e? Hát, ajaj. Igazából ugye, ez a legjobb, legnagyobb szakmai rendezvény, és ezt szerintelenség nélkül mondjuk, és ezt nem azért mondjuk, mert itthon van, hanem azért, mert mások is ezt mondják róla. Tehát azok, akik idejönnek, azok a más művészeti iskolák, vagy pedagógusok, kollégák, illetve a zsűritagok is minden ismerőleg szóltak az eddigi 13 évről, ugye most már 13. alkalommal fogjuk megrendezni, és valóban igazából erre készülünk a legelősebben. Nyilván nem kell messzire utaznunk, csak a sportcsarnokig.
illetve a koreográfus verseny most a színházban lesz megrendezve, gondolva pont ezekre a dramatikus kategóriákra, illetve újdonsággal is készülünk, egy ilyen kihívás kategóriával, amivel a koreográfusoknak az ez a feladatuk, hogy egy adott zenére kell mindenki koreográfet készíteni, és ekkor lehet igazából összemérni, hogy egy adott zenekinek mit mond, ki milyen mozgásokkal tudja ezt majd prezentálni. Lehet, hogy a zsűrinek is érdekes lesz, hiába fogja a zenét 5-ször vagy 6-szor meghallgatni, de más produkciót fog látni, és ekkor fogja tudni a koreográfus világát jobban összehasonlítani. Szóval megint valami újdonsággal lepnénk meg az újjai közönséget is, és a szakmát is. Időpont? Hát, május 19-20-21, három nap szokás szerint. Pénteken a koreográfus verseny, kicsit korábban fogunk kezdeni, mert már 2 órakor. Szombaton az egyéni verseny, úgyhogy akkor majd ők, Dénes és Gréta a délelőtti részben. Mindenki a szamba felvonulásra, ha jó Isten is úgy akar, és nem fog rossz időt hozni ránk el az időpontra, és délutánonként pedig a standard versenyek, illetve vasárnap délután meg a latin versenyek lesznek. Én azt kívánom nektek, hogy tényleg olyan legyen ez az idei verseny is, amilyenre szeretnétek, és hogy sok-sok kellemes élményt okozzatok nekünk, ahogy eddig is, és nagyon gratulálunk ehhez a sok elismeréshez, csak így tovább. Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és figyeljék az MTN televíziót, mert időről időre a Sátor Aljónújhelyi Társastáncosok produkciói biztosan felkerülnek az MTN televízió csatornájára is. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, viszontlátásra!